Sziasztok! Újabb spoiler következik a szokásos csatornáról, aminek a linkjét természetesen a leírásban megtalálhatjátok. Újabb érdekességet kaptunk, és amíg várom, hogy a frissítéssel történjen valami, hogy betöltsön, addig gondoltam, hogy felnézek egy kicsit a YouTube-ra, és hát ez ezzel találtam szembe magam, és ez azt jelenti, legalábbis a videó címe alapján, hogy újra itt vannak a lóakciók, és a, megnyitja kapuit ismét ez a Jorviki Bazár, vagy mi a fene ennek a neve, ami azt jelenti, hogy. Le vannak akciózva bizonyos lovak, ezt azoknak mondom, akik még nem tapasztalták meg a bazárat, a örömöket és előnyöket. És ha jól értettem, akkor három lófajta lesz majd akcióban, illetve a régi peteket is meg lehet majd venni. De nézzük meg a videót, és akkor meglátjátok ti is, hogy mi a helyzet. Itt van a szokásos kis bevezetőnk, amit a csatornán már megszokhattunk. Ismét le van fektetve, hogy ezek nem feltétlenül tükrözik a százszázalékos valóságot, és uh, aha, tehát, hogy lesz egy Morgan akció, 595 es cél 665 ér egy Lipicai, és 570 ér egy Jorviki fríz. Na most gondolom, hogy itt az összes lófaj. Ja, és hát itt van a belga melegvér is, 595 starcoin ér, Régi peteg. Aha! Na, lássuk csak, egy fél pillanatra álljunk meg, hogy mi van itt. Ó, fókák. A fókák, meg a conyák. Én mondjuk a hiányolom a, a békákat is. Remélem, hogy egyszer majd azok is porondra kerülnek. Illetve, jól látom, akkor van, van szettecske is. Elviekben. Aha. Hát mondjuk nekem ez annyira nem, ö, nem jön be ezzel a, virágmintával, a virág mintával, úgyhogy én ezt így ünnepélyesen el is engedném egyébként. De nem baj, hát ez nyilván én vagyok. Hát nem nekem, nem, nem nekem annyira nem. De a karakter sem annyira tudkó. Talán az a felső tetszik, de ennyi. Na most egy kicsit ne haragudjatok, szeretnék visszakanyarodni vissza, ö, vissza kanyarodni hozzájuk. Én gondolom, hogy, hogy nyilván a, az adott lófajtának az összes színére vonatkozik ez. Legalábbis gondolom. Ti melyiket vennétek? Egyébként tök jó áron vannak, szóval ilyenkor megéri szerintem így alkotni, ezzel így így bármit is és én itt a belga melegvérűvel nagyon hadilában állok mert azt ugye említettem, hogy szeretnék venni és lehet, hogy most itt van az ideje és alkalma most pontosan nem tudom egyébként hogy mikor fog megérkezni ez a bazár gondolom az elkövetkezendő hetekben majd segítsetek nekem addig is választani, hogy, hogy milyen lovakat Kéne megvizsgálnom, hogy egyáltalán érdekel -e engem a sztori, vagy nem. És hálás lennék, hogyha megírnátok nekem. Jöhetnek névötletek is, konkrét ö, lov, lovak színnel, ellátva mindennel. Úgyhogy bármi eszetekbe jut ezzel kapcsolatban, ne tartsátok magatokban. Itt a, a petekkel még itt annyi, hogy ö, hogy 50 starcoin került kerül darabja, hogyha, hogyha jól láttam és nem tudom, hogy most miért állt meg a fejlődésben ez a szöröncse csomag. Hát a békákat tényleg hiányolom, tehát ők, ők náluk örülnék, hogyha, hogyha azokat is beraknák majd egyszer valamikor, valamikor a távoli jövőben. Bár lehet, hogy már a fájlokat is kikotorták a játék legmélyebb bugyraiból, úgyhogy annyira nem fűzök hozzá sok reményt, hogy ez sikerülni fog, de azért én én hiszek benne, és reménykedem, hogy hogy ez így így, 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 sikerülni fog. És amúgy tényleg itt látom is most ezen a képen, hogy a disznók vannak ott, a cocák, meg ezek a cukik kis fókák, és ők 50 uh, Starcoin-ér uh, megvásárolhatóak, hogyha jól láttam, bár nem mennék rá megesküdni, mert itt, amit én aztán a mostani szemeimmel látok, hát már leragadnak a szemeim, annyira fáradt vagyok, de nem tudom miért egyébként. Ó, aha, jó, helyesbítek, akkor a conyák, azok 29 sztárkoimba kerülnek, ha jól látom, és akkor itt vannak ezek a cukik és fókák, ezek 50 szárkóinba kerülnek, kivétel az a felső, az meg 49 sztárkoimba kerül, ha jól látom. <laughs> Érdekes gondolom azért, mert a szonyák már egy régebbi verziók, de egyébként ugyanazzal a, azzal a grafikával, vagy a, na, ugyanaz, azzal a technikával készültek egyébként, hogy elnézem, szóval sok különbség nem hiszem, hogy van. De mindegy, egyébként szerintetek, hogyha kéne bennem belőle, akkor azt is írjátok meg mindenképpen, ne tartsátok magatokba, mindenre vevő vagyok. Nagyon izgatott vagyok, remélem, hogy ti is, már alig várom, hogy megjön ez a bazár. Szoktam szeretni ezeket a bazárokat egyébként, főleg a akciók miatt különben. De hát reméljük, hogy lesz is belőle valami. Na, srácok, ennyit akartam nektek megmutatni, írjátok meg a véleményeteket a bazárral kapcsolatban, és adjatok nekem tippeket, hogy mit vásároljak legközelebb. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ennek a videónak a linkje, amit most láttatok, bent lesz a leírásban, ott le tudjátok csekkolni, és legközelebb találkozunk. További szép napot kívánok nektek, sziasztok!